Idén ünnepli alapításának 10. évfordulóját a Lafarge Cement Magyarország Kft. Az elmúlt egy évtizedben több fejlesztést hajtottak végre, és számos programot is szerveztek a vezetők. Ez idén is így történt, ebben az évben pedig különösen büszkék a cég munkatársai. Közel 40 munkavállalónk ünnepelte velünk együtt a 10 éves jubilálását, vagy adott esetben többet, hiszen van, aki már korábban itt volt a beruházás ideje alatt. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre a 10 évre. Feltettük Királyegyházát az Európa cementipari térképére, és nem csak a cementipari, hanem az építőanyagipari térképére is. A jubileum alkalmából megszerveztek egy jótékonysági futóversenyt, melyre gyerekek és felnőttek is jelentkezhettek. Idén már 6. alkalommal zajlik az Együtt gyermekeinkért jótékonysági futóverseny a Lafarge szervezésében. Rekordszámú nevezés érkezett, a gyerekek közel 400-an, a felnőttek pedig mintegy 80-an álltak rajthoz. A gyerekek számára 2 távon indítottuk a futóversenyt, egy 3, illetve egy 4 kilométeres táv. Az egyik a Szent Lőrincről indult, a másik pedig a Királyegyházáról. A befolyt jótékonysági összegeket, amelyet minden 18 év fölötti résztvevő számára kérjük, hogy fizessen be, azt jótékonyság szempontjából sportszerekre költjük. A sportolni vágyók még a borongós idő ellenére is vidáman teljesítették a távokat a jótékony cél érdekében. Hamarosan a környező iskolák részesülhetnek a beérkezett összegből vásárolt sportszerekből.